A haderőfejlesztési program részeként a tavalyi évben 16 darab Airbus H225M típusú gépet vásárolt Magyarország. Ma újabb 2 gép landolt, így ezekkel együtt most már összesen 10 gép állomásozik a szolnoki helikopterbázison. A honvédelmi haderőfejlesztési program keretében a Magyar Honvédség teljes forgószányos flottája megújul, ha csak szűken értelmezve a forgószányos fegyvernemet tekintjük. Már 20 darab H-145-ös helikopter megérkezett a bázisra, és most a második ütemben 16 darab H-225-ös közepes szállító helikopter érkezik. Ez egy hosszú folyamat, gyakorlatilag 2019-től folyamatosan épül a flotta, épül a képesség, és ezzel együtt a magyar haderő, és így a hazánk védelme is. A helikopterek Szolnokon maradnak, de kitelepült bázisaikon is használják majd azokat együtt dolgozva a szárazföldi erőkkel. Ezek a gépek kifejezetten szállító képességgel bírnak, mind a kutatás mentésben, mind a különleges erők, illetve a lövész fegyvernemnek, a katonáinak a műveleti tevékenységét szolgálja ki, de kijelenthetjük azt is, hogy a szerte ágazó lehetőségeinek figyelembevételével már a területvédelmi erőknek a képzésébe is bevontuk ezt a típust, illetve a most befejeződött ejtőernyős világbajnokságnál is kiemelt szerepet kapott a típus. Az utolsó gépek 2025 tavaszán érkeznek meg a szolnoki bázisra.